No. Ah, sauna sign. Ide bízemélni gyerekek az ötödik kartját, jé. Épp már vártam, hogy itt érjem el az egyítet, lámát váltottam. És már azt hiszem át. Oké. Ja, amíg itt váltogattam a napokba, próbálgattam már. Most visszaálltam megint ételt bányászni. Napokba átálltam klasszikus ételre, de na mindegy. Hát csináltam egy imidzset a Makrium Reflect-tel. Ezt úgy szeretem, hogy időnként, mielőtt változásokat csinálok. Hát itt a bányarém menjen 90, közel 95-ön menjen. Miért nem mutassa most az izét? Hőmérsékletet, az újabb verzió mutassa a Claymore, de 6.3-ason vagyok, a 6.2 is mutattam, amikor a tegnap upgrade-eltem erre a 6.3-asra. Na mindegy. Állítsuk meg. Shutdownolunk. Itt van a kártya, elé van készítve. Ah, le kell húzzam róla ezeket a nylonokat mi. Ó, oh, ezt a ízét egy páran kommenteltetek ott, hogy sorsoljam ki ezt a játékot. World of Warships, ha valakinek kell, akkor ja, kisorsolom, én úgyse fogom használni. De itt valami cselek vannak, hogy adtak egy linket, oda kell elmenni, és oda be kell írni a kártyának a széria számát, a PPID-t. Get your digital invite code directly. Na nem tudom, de hogy sorsoljam ki, most hogy döntsem el, kinek adom? Mondjátok meg, mert nem értek hozzá. Na jó. Mi a rákét teszik rá ezt a hülye izét, nylon zacskót? Tudom, hogy ne karcolódjon meg, de hát francot se érdekel. Ezen backplate sincsen. Na de mindegy, megjöttek ma a rajzerek, rendeltem még négy rajzért. Texasból jöttek. Csak ezeket veszem most az új fajta alkot a 6-os verzióra, ezért vissza kell küldjem a másokat, már an eBay-n a pénzt visszakértem. Hát szarok. Ez a V6-os se jött be a legjobban nekem. Oda kell figyelni. Version 006. És ja, és a kábel hosszúságra is, mert sokan ne. What the fuck, man? Rövid ez a kábel, hely, de nem. Mind úgy, közben úgy tűnik, hogy túl rövid, de amikor kibontod, akkor elég hosszú. Oké. Megijedtem. Lássad, kell van, amikor mit visszaküdök azok a szarok. Hova tettem? Na mindegy. Az a lényeg, hogy legyen egy legalább ilyen. Ez egy kb. 40 centi hosszú lehet. Na jó. Hova tegyem? Vagy középre, vagy ide. Teszem ide a szélire, hogy ne legyenek olyan sűrűn egymás mellett. De át fogom aztán pakolni. Azt csinálom, hogy amint be lesz üzemelve a 6 kartja, akkor átpakolom a cipős pócra ügyesen, és akkor oda teszem ki. Ki kell most már tegyem a házból, mert nagyon, nagyon meleget csinál. Nem olyan hatalmasan ki lehet bírni ventilátorokkal. Ha az ajtót nyitva tartanám, akkor ki lehetne bírni, csak az a baj, még a
Itt ott bénnek a szúnyogok, végig még nézem a szita, a csitot, még úgy látszik, lyukon be tudnak jönni, vagy mikor ajtókot nyitogatok. Úgyhogy... Ja, ki kell tegyem oda fel a hüttő tetejére. Na jó. Ja, minden, nem fémezem végig, mert hosszadalmas lesz, úgyhogy most kikapcsolom, bérakom, és aztán a gépbe indult, akkor fémezek. Be van szerelve. Hát van a 3480-asom jelenleg. Referencia és a 2470-es custom aftermarket. Tehát 5 kártya, és hamarosan jön a hatodik is. Na akkor adjunk neki. Pörög mind az 5 kártya. Ezen van egy törkőhely. Piros lámpa. Remélem ki lehet kapcsolni, mert egy kicsit idegesítő. Ja, a vörös ördög megáll, amikor nincs terhelés alatt, közben megáll, közben elindul. Először azt hittem, hogy valami baja van. Én még egy ilyen jönne, rendeltem. Ú, most átállítottam, ezért van switch, BIOS switch, overclocking. Most átettem másik pozícióba, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Jó van, pörög az összes kártya, tehát tettem power drizert, mind az egésznek, itt még van egy 1x-es slot, idejön a következő kártya, ezt egy kicsit arrébb teszem. Na de hadd lám, hogy felismeri a Windows, felinstalálja egy drivert, és fog-e hash-elni. Na mert 5. 6. kártyán a sokszor ugye problémák vannak itt ott. És előbb fel kell a drivert most még installálja. Ah, gyorsan meg kell állítsam a izét. Ki kellett volna vegyem a startupból a... Most lehet le fog fagyni. Felismeri az új kártya, hogy felinstalálja. Ki kellett volna vegyem a startupból a minert, hogy ne induljon. Delay-re kell tegyem, hogy lehet delay-re tenni? Ha, ott van, ne. Installálja. Na, mindegy, bézárom gyorsan. Mutassa, hogy installálja. Megkaptuk, ott van PCI Express, Rootport, Video Controller. Adnám a Device Managerbe, hogy néz ki. Ezt már betethetném screen recordinggal is, de és már nem akarok annyi felé vetetni. Ja, mondták ott régebb a fórumokon, hogy mikor hozzáadsz egy új kártyát, akkor mindig le kell installálni a driver, újból installálni, de az én tapasztalataim, meg a James tapasztalata szerint is se. Nem kell, csak betesz egy felinstaláljas. Na most már nem tudom, a Windows 7-esnél, a Windows 10-esnél James azt mondja, közben kell tökölni, na, nem mindig egyforma mindenkinek a tapasztalata. Közben különböző az alaplap, különböző az OS verzió. És James is mondta, közben kellett, hogy kísérletezzen, hogy először csak 3 kártyát tesz, és utána egyenként. Tehát ott van a 4, ami ott volt az előtt, és a 3480-as, az egy 470-es. És itt van a Video Controller. Keresi neki a drivert. Na jó. Többit vetettem screen recordingot. Ja, lássátok, az összes kártya pörög. Lehet kamerán annyira nem látszik, de a vörös ördög le van alva. És az 1000 wattos EVG a tápegység. Most nem pörög, mert van egy switch rajta, eco mód.
olyan kapcsoló, csak mikor tárhelésre mikor szükség van rá, akkor kapcsol be a talpegységnek a ventilátorja. Na jó, meglássuk, mi lesz. Na gyerekek, bajok vannak. Az a helyzet, hogy nem akar menni. Öt kártya. Error message-t ad. Előbb egy 43-as error adott, akkor kikapcsoltam. Kihúztam új boldogom már. Ja, OpenGL, mit tudom én, milyen baja van. És az a, az, az érdekes ebben, hogy ez a... Ez a régi kártya, tehát ez a kártya ment, csak ugye most... Most kihúztam, hogy vegyem ki a rajzért, cseréljem ki a rajzért. Nem tudom, lát akkor az a rajzra hibás. Na most meg se jelenik itt. Ott a 247, 470-es. És a 2480-as, de az ötödik kártya nem akar megjelenni. Hoppa, mit nyomtam itt? Nem disable, no risk, ezt akartam megnyomni. Na most meg se jelenik egyáltalán, ha itt van a video controller VGA. Adlám, hogyha manuálisan akarnám update-elni, akkor... Tehát ugyanonnan szedi a drivert. Na, akkor mit szóltok, mi a baj? Megpróbálhatom végül is egy másik rajzérrel. Kés bontok most egyet, hogy kiküszöböljem azt a problémát. Ó, és már megpróbáltam bedugni egy másik portba, de hát ugye ment azon a porton. Lehet vissza kéne dugjam a régi rajzért. Mojo Riser. Utálom ezt a Riser-es izét. Nem tudom, lehet a Windows 7-es probléma. Azt csinálom, feldobom a Windows 10-es, most letöltöttem egy új verziót itt a flash drive-omon. És nem arra installálom, mert azért most négy kártya megy legalább, hogyha a más izé nem működik se, akkor visszadugom ezt a hard drive-ot. Van itt egy másik hard drive, bedugom, és feldobom a Windows 10-esre, és lámozzol le, hogy fogja szeretni. De annyit adok egy esélyt még neki, megpróbálok egy másikra azért, mert ugye már adugtam másik kódba, az nem segített. Adunk neki egy új rajzért. Na. Ja, nem akarok sokat itt tökölni vele, tehát hogyha nem... Adok egy új rajzért neki, és hogyha nem szereti, akkor... Akkor cserélem ki a hard drive, hogy dobom fel a Windows 10-est. Úgyis át akarok váltani Windows 10-re. Na most mit csinál? Not responding. Ah, successfully. Na most nem adta a hiba üzenetet? Ah, de ott van a izé. Ah, most kiüttetett egy másikot, látod-e? Tehát legelőször ez volt a problémám. Ja, ezt írta ki. 43-os. Olvastam a fórumokon erről a 43-as errorról, de nem néztem nagyon utána, hogy... És amúgy az UPS-et is ki kell most küszöböljem, mert már nem fogja megbírni az ötödik kártyát. Na mindegy, meg akarom googlozni.
Device Manager. Jó, hát itt mit fognak mondani? Azt mondja, hogy uninstall. Na mindegy, meggoogolozom ezt a Code43-as, a fórumokon valahol láttam a Bitcoin token. Code43. Ha, itt van, ne Windows 7-es. 64 bit, 4 kártya, fine. 5. kártya, Code43. Biztos tudja, akit már a választ. A szakik. Bla bla bla. Slot, tehát a slot az jó, kártya jó. How much system memory? Ja, system memory van elég. Plusz, minden jó. Bla bla bla. Board dependent. De a boardon nincs baj, mert a James 6 kártyát nyomassa. Windows 10-esen. Mit mondnak itt? SDK. Bla bla bla. I had the same problem. 5 card over detected one of them. Would not load. Updated to Windows 8.1 and everything worked. I had tried everything up to that point, all drivers. Tehát akkor ez valami a Windows 7-es sávon. Ó, volt egy olyan, hogy GPU limitation, de sokan futottnak 6 kártyát Windows 7-esen, vagy nem. Adlám, mit mondok itt még? Bla bla bla. Extra gigabyte. De mondjuk 2014-ben volt. I would not count on AMD to release drivers for Windows 7 that allow you to run 6 cards. Ah, oké. Okay. Ja, mint erről olvastam régebb valahol. Hogy probléma, tehát 4 kártyát futtad, de... És volt valami hack, ami valamit, nem tudom mit hackkeltek, meg az AMD drivereket meghackkelték. De gondoltam, hogy ma már nem probléma ez. Na mindegy, úgyis át akarok menni. Windows 10-esre. Bla bla bla. Mit mondok? Hashing 4,86K, az oké, úgy látszik, van valami megoldás. Very first post. There are custom driver libraries. You need Windows 8.1, no question about it. Windows 7-es se probléma van. Oké, okay, hát akkor menjünk. Ugye nekem a Windows 10-zel probléma volt, de azért már régebbi verziót installáltam fel. Oké. Okay.
Litecoin, mit mondtok? Bla bla bla, unpowered 16. Okay. Na jó, mindegy. Kicsit ezt még böngészem, hogy lám van erre megoldás, de sok időt nem már fogok átütni, mert dobom át a Windows 10-re. Na, de hogyha ne talán futtattok több mint 4 kártyát Windows 7-es 64-bitten, akkor mondjátok át, láttátok ezt a problémát, tudtok erre a megoldást. Erre az errorre 43-asra, vagy mi az kód 43. Na. God damn it.